Műsorunk igaz történeteket dolgoz fel. Személyazonosságuk és becsületük védelmében a szereplők neveit megváltoztattuk. Mai adásunk tartalmából... Maga nem ismeri a történetemet, nem is érdekli. De hogy nem érdekel. Gyerünk, jöhetsz. Várjanak, várjanak! Várjanak már! Szállj ki a kocsiból! Húzzatok innen! Állj már le, ember! Le foglak fújni! A behajtók. Ne feledd, ha nem fizetsz, könnyen bajba kerülhetsz. Milyen kocsit is keresünk? Egy 70-es Priuszt. Ne már, megint egy Prius. Egy bizonyos Mr. Galileo a tulaj. Mi? Gaylord. Rosszul olvastam. Nézd meg a túloldalon is, mert nem látok semmit. Én nem bánom, ha falura kell menni, de Froy utálja. Városi gyerek. Az utca végén vagyunk. Aha, megvan. Mi? Itt. Hol? Itt előtted. Ember, semmit nem látok. Amikor kiértünk a címre, a kocsi odakint állt. De valakik iszogattak, és a villany is égett a fal túloldalán. De végre lehetett látni. Mit csinálnak? Várjanak! Beszélj vele! Galileo? Beszélj vele! Igen! Mit akarnak? Jó estét! Matt Birch vagyok, a kocsiáért jöttem. Ezt nem teheti ember? De igen. Ne, ne, ne! Ő a mi férjünk. A mi férjünk? Igen, ez már a mi tulajdonunk. Tényleg azt mondta, hogy ő a férjük? Gondolom, ez valami vallás, vagy kultusz, ami megengedi, hogy egyszerre több nővel legyen. Először Galileóval kell beszélnem. Ne, ezt nem tehetik, ez az ő kocsia. Így hívják, igaz? Igen. Rendben. A nehezen megszerzett kocsim. Anyám. Nagyon sokat dolgozom érte. Vegye le ezt rólam. Már mindenhol kamerák vannak. Várjanak, Froy! Mi a bajuk? Figyeljenek rám! Én nem tudom maguk mit csinálnak itt, de... Hé, nem akarom, hogy megsérüljön. Ne csinálják ezt! Elnézést! Mindenki... Ez az ő kocsia! Mindenki nyugodjon meg, jó? Nem csináltuk semmit! Ez Galileo kocsia! Állj, ne nyúljon a kocsimhoz! Nem a maga tulajdonán állok! Az a kerítés mögött van, és én nem ott vagyok! Hölgyem! Hogyha nem akar megsérülni, akkor engedjen el! Ne érjen a kocsimhoz! Köszönöm! Olyan volt, mintha átkapcsoltak volna. Mind megőrültek. Lehet, hogy ki kell hívnunk a zsarukat. Ezt akarják? Biztos? Csak mert tudom, minek van ilyen szaga. Az mindegy, minek van ilyen szaga. Megesküdtem volna, hogy füvet szívtak. Amint kifizeti, visszakapja. De most el kell vinnünk. Kérem, ne! Nem sokára lesz a Burning Man fesztivál. Azzal kell mennünk. Hová? A Burning Man, a sivatagban lesz a fesztivál. Életemben nem hallottam róla. Sok képtelenséget beszéltek. Amit mondtak, annak semmi köze nem volt ahhoz, amit a kocsival csináltunk. Se a tulaj, se a nők, se a srác nem értett semmit. A környezetről és a vallásukról hablatyoltak, de ez engem nem érdekel. Én a kocsiért mentem oda. Mi békések vagyunk. Nem mi kiabálunk, és nem mi tartjuk vissza mások tulajdonát. Csak szólok, hogy most láttam néhány civil ruhást. Azt akarja, hogy ők is beszálljanak? Ugye nem akarja, hogy ők is ide jöjjenek? Nem, őket sem akarom, de magukat sem. Mi nem akarunk bántani senkit, érti? Kérem, értse ezt meg. Értem. Ők nem segítenek magán, csak rontanak a helyzeten. Két választása van. Vagy ideadja a kulcsokat, mi szépen elvisszük, és pénzt spórolunk magának. Ha nem, akkor beülök a kocsimba, és elvontatom a magáét. Ha a kocsi megsérül, a maga hibája lesz, mert... Nem magával kell beszélnem, hölgyem. Nekem csak vele van dolgom. Mi nem vagyunk harcosok, mi a békében hiszünk. Így van, maguk nem harcosok. Mi békeszerető emberek vagyunk. Nézze, én pénzt és időt akarok spórolni magának, rendben? Ők nem segítenek. Matt hihetetlen volt. Félrevonta az embert, és beszélt vele. Engedje meg, hogy elvigyem a kocsit. Holnap beszéljen a bankkal, intézze el, amit kell, és én visszahozom magának, rendben? Hirtelen az ember elsírta magát.
Én meg nem értettem, hogy mi van. Nem tudja, mi az oka. Maga nem ismeri a történetemet, és nem is érdekli. Dehogy nem érdekel. Nem hiszek magának. Pedig igaz. Akkor előbb miért nem jött el, hogy megbeszéljük? Eljöttem. De rögtön vontatóval jött. Így van, nekem ez a munkám, uram. Jól van, jöjjön velem. Jó, minden rendben lesz. Semmi baj. Ugyan. Hozzá se értem, semmi baj. Jöjjön. Jöjjön. Adja ide a kulcsot. Oké, ez az. Megígérem, hogy elintézem ezt magának, jó? Rendben? Most pedig nyugodjon meg szépen. Rendben? Nincs semmi baj. Matt valahogy meggyőzte a tulajt, hogy adja oda a kulcsot. Megnyugtatta, hogy minden rendben lesz. Ilyet még nem láttam tőle. Olyan volt, mintha Charles Mansonnál jártam volna. Elég hátborzongató volt, és az, hogy ilyen gyorsan megnyugodott, ijesztő volt. Csak blöfföltem a szagról, meg minden, de... Milyen szagról? Azt hiszem, füvet szívhattak, mert furcsán viselkedtek. Szerintem is. Részegek voltak, vagy drogosok. 7. mennyország, tesó. Azt mondogatta, hogy ő a férjük. Mi van? Ez a te néped. Az én népem? Igen. Oké, ma egy 2008-as Mazda 3-ast keresünk. Az melyik és a kicsi? Igen. Sötét szürke. A fickó nyilván nem fizet. Hadd mondjam el újra, nagyon meleg van ma Los Angelesben, és nagyon unom, hogy forróllyal kell mennem. Öcsém, szerintem annak a fickónak nagyon melege van. Állj meg! Az egy vámpír. Vámpír? Egy pillanat, tolass vissza, meg akarom nézni. Vámpír nappal. Oké, de mi lenne, ha előbb megcsinálnánk a munkát, és később néznéd meg? A fickó egy nyillal hadonászott a sarkon, ezért poénkodtunk rajta. Vámpír volt. Már szét kellett volna folynia. Oké, megvan a cím. Aha. Milyen színű a kocsi? Sötét szürke. Ahogy befordultunk a sarkon, már ott is volt a cím. Troy kiszúrta a kocsit, amire illett a leírás, de sajna a kapun belül volt. Az egy Mazda, nem? Igen, Mazda 3-as. Már csak a rendszám kell. Látod a rendszámot? Figyelj, közelíts rá a rendszámra, Léci, és olvasd el nekem. Sem én, sem Sonja nem láttuk a rendszámot, ezért megkértük a kamerás srácot, hogy a kamerájával olvassa le nekünk. Hozom a papírjait. Csak óvatosan, mert úgy látom, a másik oldalon is kapu van. Rendben. Nem tudom, hogy a másik oldalon is ugyanez a cím. Nem tudtuk, hogy a kapu zárva van-e, vagy van-e rajta lánc. Ki kell szállnom, és meg kell néznem. Maguk filmeznek valamit? Bent van a kocsim. Ha akarják, kihozom. Mi? Oda bent van a kocsim. Kihozhatom, ha le akarnak filmezni valamit. Rendben, akkor kinyitja a kaput, lehet? Ahogy közeledtünk a cím felé, volt egy olyan érzésem, hogy a fickó a sarkon a tulaj. Szóval nyugodt maradtam. És amikor odajött, feltettem neki néhány kérdést. Ő is normális volt velem, szóval már csak azt kellett elérnem, hogy kinyissa a kaput. Van kulcsa a lakathoz? Oda bent van, nekem nincs. Oké, várjon. Nincs is bezárva. Megvan. Ha a kapu csukva van, de nincs bezárva, akkor jogunk van bemenni és kihozni a tulajdonunkat, mert nálunk van a behajtási utasítás. Sonja, ki ez a fickó? Ki nyitja nekem, vagy ki hozza a kocsit? Nem? Úgy is jó. Nem kell a segítsége ehhez. Kérem, menjen arrébb, nem akarom, hogy megsérüljön. Mit csinálnak? Mi? Mit keres neki? Ki ez a fickó? Ki maga? Itt dolgozik? A bútorboltnak dolgozom. Igen? Igen. A fickó valószínűleg azon gondolkodott, hogy mit bámulhatok ott, mert nem magyaráztam el neki. A lényeg csak annyi, hogy el akarom venni a kocsiját. Hogy hívják? Joseph. Joseph? Igen. Miért? Mi a baj? Ez a maga kocsija? Igen, az enyém. Mondtam, hogy elállok az útból. Nem kell. Egy behajtó cégtől jöttünk. El kell vinnünk a kocsiját. Micsoda? Igen, uram, fizetési hátraléka van. Nem tehetik. Hogy jutok haza?
Vigyázzon, nem akarom, hogy elgázolják. Várjanak egy kicsit. Egy pillanat. Oké, az egyik dolog, ami idegesít az, ha az emberek megpróbálják megmagyarázni, hogy miért nem fizetnek. Ez velem is megtörtént, hiába mondtam bármit. Hagynom kellett, hogy elvigyék a kocsimat. Miért foglalják le azt a rohadt kocsit, ember? Ő nem mondta el? Nem fizetett. Nem fizettem, ugyan már figyeljenek, egy bankban dolgoztam, most veszítettem el a munkámat. Igen, nem kell kiabálni, rendben? Mit tehetnék? Most veszítettem el az állásomat, most találtam ezt a munkát ebben a bútorboltban. Komolyan, mit tehetnék? Az a gond, megfognád ezt nekem? A lényeg az, hogy beszélnie kell a bankjával, velük kell megegyeznie, és ha az megvan, akkor elhozhatja a kocsit. Nem veszíti el örökre. Oké, de hogy jutok haza? Az a fura, hogy pont a vámpír fickó kocsiját foglaltam le. Neki aludnia kellene, nem itt dolgozni. Ez egy vicc. Nézze, hívja fel a bankot, és mondja el nekik, milyen helyzetben van. Nem fognak meghallgatni. Sonja ki akarta szedni a kulcsot a zsebéből. A kulcsok ott lógtak. Ugyan már, ember? Szóval, amint megszerezte, a fickó ordítozni kezdett, én meg rávetettem magam a kocsira. Egy rohadt bankban dolgoztam. Nem fognak segíteni. Szóval egy bankban dolgozott? Igen. Akkor ismeri a szabályokat. Amint megszereztük a kocsit, engem nem érdekel, mit csinál az adós. Felőlem ordíthat, vagy csinálhat, amit akar. Engem nem érdekel. Én megpróbáltam elmagyarázni, hogy mit kell csinálnia, hogy visszakapja a kocsiját, de nem akart figyelni. Nekem erre nincs időm. Nem kell elvinnie a kocsimat, ember? Ugyan már! Most komolyan! Ne csinálja ezt! Ha elintézi az ügyet, akkor már másnap visszakaphatja a kocsiját. De ezen a ponton ez egy durva eljárás. És sajnos, ha valakinek lefoglalják a kocsiját, más utazási módot kell keresnie, mert ez így megy. Itt nem lehet alkudozni, én tudom, ebből élek. Ez nem segít magánember. Nézzék, nem találhatnánk ki valamit? Elmennek és itt hagynak engem. Figyeljen! Hívja fel a bankot, ha ezt megtette, kitalálunk valamit. Hagyja abba, kérem! Hagyja abba! Ne már! Hagyja már abba! Nem fogja fel, hogy erre nekem nincs időm! A folytatásban. Húzzatok el innen! Szállj ki a kocsiból! Oké, menjünk! Menjünk innen! Komolyan, mit csinálsz? Nem akartam a kocsiba engedni, ezért gondoltam, hogy kinyomom az ablakon. Freud, neked ezt kell elviselni, amikor én nem vagyok itt? Jaj, ne, ez komoly? Miért? Szeretnéd, ha itt bent engedném el a galambot? Oké, ezt értékelem. Általában ez van. Csak jól nevelt akartam lenni. Itt vagyok Freud-jal és Matt-tel. Épp egy címre mentünk. Ezt csinálják, amikor nem vagyok velük. Szóval megpróbálok laza főnök lenni. Ez az az Impala, amit keresünk. Megvan a kulcsa. Ezt szeretem, amikor a bank odaadja a gyári kulcsot. Mi mást kérhetnék? Ne felejtsük el, hogy ezt a kocsit nem tudtuk elhozni. Sonja és Linda volt itt. Most oda megyünk és nyílbe ütjük a dolgot. Itt is van. El van barikádozva, látjátok? Igen, ott áll előtte az Acura. Szerintem ki tudjuk hozni, tesó. Azt láttad, hogy valaki van oda bent? Hogy mi? Nem láttam semmit. Szerintem ki tudjuk hozni. Tényleg? Jól van. Odaértünk és tényleg ott volt. Ott állt és el volt barikádozva. Arra gondoltam, hogy Freud szálljon be a kocsiba, és már a miénk is. Mehetünk innen. Azon gondolkoztam, hogy van annyi hely. És akkor mondta Lou, hogy ki tudjuk hozni. Szerintem van annyi hely, hogy ki tudjuk hozni. A legrosszabb esetben kicsit balra kell irányítanunk a hátulját. De kihozzuk. Ez szoros lesz. Igen, eléggé. Próbáljuk meg. Biztos vagy benne? Azt hiszem. Nézd a repedéseket. Szerintem kiosonhatunk, ha a végével cselezünk egy kicsit. Még tolatni is tudsz, tesó. Nézd meg, hogy menni fog-e, és csináljuk. Nézd meg! Nem volt ott senki, de csendben akartam csinálni.
Hát, annyira nem volt könnyű, mint gondoltam. Hé, srácok, mi van? Mi van? Mi folyik itt? Lefoglaljuk a kocsit, tesó. Nincs behajtás. Az van, ember, hogy nem fizettetek. Melyik ötök Cooper? Nincs itt semmiféle Cooper. Szállj ki a kocsiból, haver. Nyugi, tesó. Menjünk, tolas. Ne. Szállj ki a kocsiból. Hé, hagyd már abba, ember. Szállj ki a kocsiból. Állj el az útból, nyugi. Azt mondtam, menj az utamból. Mondd a haverodnak, hogy szálljon ki. Hagyd már abba, mert lefújlak. Hát ez van, itt veszekszünk a hülyékkel. Ők meg be vannak rúgva. Söröztek. Az egyikük megdobta a kamerás srácot egy sörös dobozzal. Vissza! Mit csinálsz, te barom? Egy perc és bajban lesztek. Szedd ki a haverodat a kocsiból. El a kocsitól. Tudják, én nem akarok bántani senkit, és előítéleteim sincsenek, de ezek tipikus fehér gengszterek, akikből olyan sok van a városban. És ez szörnyű. Bajban lesztek! Szedd ki a haverodat a kocsiból! El a kocsitól! Nézd azt a srácot! Nézd azt a barmot! Húzzatok el innen! Ó, Louis, Louis, fegyvere van! Fegyvere van, menjünk innen, gyere! Louis, gyere már! Mit csinálsz? Nyugi! Hirtelen a fickó megmutatta, hogy fegyvere van. Nem vette elő, csak megmutatta, hogy ott van a gatyájában. Lulu! Szedd ki a haverodat a kocsiból! Amikor olyanokkal találkozunk, akik nem csak részegek, hanem fegyverük is van, akkor felejtős. Húzzunk innen! Lú, fegyvere van, gyere már! Hé, figyeljetek, állj! Ha azt mondom, hogy fegyvere van a fickónak, fel kéne szívódni, nem? Tudja, előkaphatták volna a fegyvert, és akkor bum, nem érte volna meg. Nyugi! Mondd meg neki, hogy szálljon ki a kocsiból. Állj le, ember, ez behajtás. Több tiszteletet. Nincs behajtás. Ki az a Cooper? Nincs itt? A haverod mindjárt bajba kevert titeket. Hívom a zsarukat. Nem lehetsz ideges, és nem félhetsz. Határozottnak kell lenned, és úgy kell tenned, mintha nem félnél a fegyverektől. Mint mondtam, nem számít, mit gondolnak, de tudják, hogy hogy vagyok a fegyverekkel. Én nem szórakozom. Szállj ki! Hé, szállj ki! Hozd a kulcsot! Hívd a zsarukat! Játszani akartok? Nekünk is vannak játékaink. Majd mi is játszunk. Jó, ti akartátok? Ha Lou azt mondja, szálljak ki, mivel ő a főnök, én azt teszem, amit mond. Oké, már a szomszédok is figyelnek, idióták. Felfogtátok? Hívom a zsarukat! Menjünk! Gyere ide! Felvetted azt a fickót? Ha a srác mutogatja a fegyverét, rendőrt hívunk. Gyerünk, szálljatok be! Menjünk! Vigyázzatok ezekkel! Mint mondtam, mi is tudunk játszani. Végül eljöttünk, és ott hagytuk nekik a kocsit. Ők azt hitték, nyertek, és megtarthatják a kocsit, de ez nem így van. Jól van, most mit akarsz csinálni? A francba, figyeljetek, srácok, a szomszédok már hívták a zsarukat, már úton vannak. Jól van, de mit akarsz csinálni? Oké. Az a gond, hogy ezt nem láthatták. Mert amikor kiértek a rendőrök, azt mondták, hogy kapcsoljuk ki a kamerát. Ezért ezt nem tudtuk felvenni. Végül aznap este visszamentünk. Lehet, hogy az ott lévők közül pár kocsit már elvontattak, mert a kocsi az utcán volt. Hé, vedd le a fényt, kapcsold le! Megvan a terv. Jól van, megvan az impala. Megvan a kocsi, megvan a kulcs, majd én megmutatom, hogy megy ez. Kapcsold le a lámpát, mert lebukunk. Szóval mi nevettünk utoljára, tesó. Ha szórakozni akartok a kamera előtt, elő a fegyverrel, de kinél is van a kocsi? Oké, megvan. Mehetünk. Nyertünk. Kicsit később, de nyertünk. A magyar változatot a BTI stúdió készítette.